Sziasztok! Ez most egy érdekesebb időutazós hol videó lesz, ugyanis a videóban lesznek olyan részletek, amik 2 héttel ezelőttre visszarepítenek bennünket, méghozzá abból a prózai okból, hogy ott akartam felvenni ezt a videót, unboxing formában, Tokajban a teraszon, madárcsiripelés és mindenféle idilli körülmények között, viszont úgy döntött a telefon, hogy egyik pillanatra a másikra kikapcsol. Úgyhogy ott megakadt a történet, ment le a nap, úgyhogy úgy döntöttem, hogy jó, akkor csak a felpróbálós részt meghagyom, és nem itt fogom bent a lakásba felpróbálni, hanem csak megmutatom azon termékeket, amik érkeztek a Szojótól, illetve amiket kaptam a kedvenckrémem.hu-tól. Szóval vágjunk bele, mert van itt azért pár dolog. Kezdem a ruhákkal a szojós vagy sojós rendelés, lerakom majd amúgy a linkjét a webshopnak, és ismét megkerestek, hogy válogathatok tőlük termékeket, ruhadarabokat, illetve kiegészítőket válogattam elsősorban, és nagyon elégedett vagyok ezzel a rendeléssel. Pedig az első körben volt egy-két darab, amit egyébként nagyon megszerettem, ezért rábólintottam a második körre, amiben szintén volt egy-két darab, de ebbe minden tetszik, és minden klappol. Most nem tudom, hogy azért, mert emelkedett a minősége a oldalnak, vagy én jöttem rá, hogy miket érdemes tőlük rendelni, hogy tényleg ne fürödjek be és ne rendeljek hülyeséget, de le a kalappal előttük, mert minden tényleg tök jó. Rendeltem például egy ilyen sapkát, ami ugye ez a szerintem ez áll nekem a legjobban, takarja ugyan a szemöldökömet is, mert egy picit nagyobb, de szerintem így is nagyon klassz, és nagyon divatos, és hát ha nem lesz divatos, én akkor is fogom hordani, mert a baseball sapka nem, de ezek viszont jól mutatnak, és feldobnak minden szettet, plusz ezeket nem fújja le olyan könnyen a szél, mint egy kalapot. Nagyon tetszik egyébként ez a piszkos rózsaszín árnyalat, azért is rendeltem meg, hiszen nekem feketében van, és most eldöntöttem, hogy szeretnék több más szint is, úgyhogy körül fogok nézni. eBay-en is találtok egyébként ilyen jellegű kiegészítőket, azokat is érdemes lehet megnézni. Választottam 2 ruhadarabot, igazából ugyanaz, csak 2 különböző színben, és ez abszolút komfortzónán kívüli, mert melegítő nadrág fazon, ami nekem tök rosszul szokott állni, viszont nagyon tetszik, és hát mikor ne választani ilyesmit, amikor egy együttműködés van, és tényleg felpróbálhatom, kipróbálhatom, ha meg más nem, akkor ilyen otthonkának fogom használni, ilyen tényleg melegítő nadrágnak itthon. Hát az egyiket, az biztos, hogy így fogom, mert a méretet ezt benéztem, nem tudom miért pont a zöldből választottam SS, de hát ez feszült, tehát amíg le nem adok néhány kilót, addig ott porosodna, úgyhogy úgy döntöttem, hogy befogom itthoni viseletnek. Nagyon tetszik, egyébként nagyon jó minőségű, nem mondom, hogy nincsen egy pár cérna, ahonnan, innen-onnan kilók, de azokat le lehet vágni. Minden szempontból szerintem gyönyörű, igaz, ilyen szatínos, sejmes, puha anyag, és nem annyira gyűrődős, bár vannak benne ilyen hajtásgyűrődések, de szerintem ezt az ember kigőzöli, ez nem gyűrődik olyan könnyen, tehát ez is egy pluszpont, alul a lábánál is húzott, és hát ez a szín, ez engem tényleg elkápráztat. Hát ez láthatóan nem annyira előnyös, itt még jobban kijönnek a problémáim, de legalább most már értetitek, hogy mi a gondom. És a fekete tesója, ezt már nagyobb méretben rendeltem meg MS-be, ez jó is, úgyhogy ezt lehet, hogy fogom hordani majd emberek közé is, és nem csak itthon, de tudjátok, nekem a combomat így jön a derekam, jön így a testem, és utána itt kiugrik a combom. Tehát hát ezekkel ez a problémám, de nagyon szeretném, hogy jól álljanak, meg olyan, mintha nem lenne rajtam semmi, csupasz ruha, vagy csupasz nadrág, olyan érzetet ad, és hát 40 fokban nyáron ez azért elég jó tud lenni. Nagyon szerettem volna már egy ilyet felpróbálni, és sosem volt így alkalmam boltban, mert vagy nem találtam, amikor olyan hangulatban voltam, hogy jó, akkor most megnézzük, vagy bármi ilyesmi, viszont ennek az együttműködésnek az okán ezt ki tudom próbálni, és egyébként nagyon tetszik mindenkinek. Imádom, rajongásig imádom az áttört csipkés fehér dolgokat, és megtanultam fehéret mosni, úgyhogy jöhetnek a fehér ruhadarabok. Ezek szerintem akkor fognak mutatni, ha majd bevágom azon részeket, amik megfelelőek. Ez a kis fehér mélyebben kivágott és fodrosabb szoknyájú ruha nagyon tetszik. Azt hiszem, hogy madeirának hívják amúgy ezeket az áttört megoldásokat.
szerintem nagyon nőies, és ennek az ujja is egy kicsit ilyen fodros, és szeretem, hogyha az ujja van mostanában ezeknek a dolgoknak, mert hát híztam, és ez látszik a karomon, meg van pár pattanás is a karomon még mindig, úgyhogy nem baj, ha ezt néha el tudom takarni, és ezek a kis gézanyagú ruhák szerintem nagyon kellemes viseletek. A következő fehér pedig hosszú ujjú, és hát ő még inkább áttört, és nagyon cuki. Esküszöm, egy ilyen esküvői ruhának is elmenne, ha hosszabb lenne. Amúgy mi nagyon gondolkoztunk Ádámmal, meg hát remélem még úgy alakul, hogy esküvőzés után mi elmegyünk majd Nászútra, és magunknak szeretnénk a Nászúton csinálni amolyan esküvői jellegű képeket még. Vagy lehet, hogy csak mi csinálunk, hogyha jól sikerülnek, és akkor nem is lesz így nagy fotózás, mert nagyon kis mini esküvőt akarunk. Hát ez most be is fog következni, mert hát ebben az időszakban nem lehet nagy esküvőt tartani, sőt, úgyhogy lehet, hogy ez lesz majd a mi kis saját nyaralós, nászutas, esküvős kép megoldásunk, és azokhoz is tök jók lesznek ezek a ruhák, mert akkor már ilyen bohém képeket is szeretnénk készíteni. Van egy sárga ruha is. A sárgáért én bolondulok nyáron, mert nagyon jól mutat szerintem a bőrszínemmel. Nagyon kihozza a bronzos árnyalatokat, és hát ezek a kis kiegészítők, bojtok, illetve az, hogy derékban húzott, ez tényleg nagyon bejön. Hát ez gyűrődik, de tényleg ez a könnyű vászonanyag, és azért gyűrődik, talán ebben a színben jobban kijön, mint mondjuk egy fehérnél, vagy egy feketénél. Majd megnézem, hogy vasalás után mit tud. Amióta tudok fehéret mosni, bátrabban választok fehér ruhákat. Ez a háromnegyedes ujjú darab pedig nagyon tetszett. Sokkal egyébként ávonalúbbnak tűnt az ujja, tehát csalt azért a kép, meg egy kicsit lazább is szerintem, mint ahogy a modellem volt, de a másik fehér ruhának az övével igazából tudok rajta szűkíteni, mert nagyjából színben, illetve mintázatban is hasonló, nem lesz nagy különbség közötte, és már így akkor sokkal nőiesebb, sokkal vékonyabbnak tűnik az ember, főleg én derekamat szoktam kihangsúlyozni, mert az vékony, a combom és a fenekem pedig nagyobbacska. Na de a lényeg, hogy nagyon tetszik alul ez a hullámos megoldás, nagyon tetszik az új résznél is ez, nyaknál gombos, és tényleg egy ilyen finom megjelenést, elegáns megjelenést kölcsönöz, és 40 fokban is nagyon kellemes. Ugye az arab országokban mindenki tetőtől talpig fel van öltözve, de ilyen lenvászon vagy vászon jellegű anyagú cuccokat hordanak, és így ez abszolút hűt is folyamatosan minket. Én kifejezetten imádom, és találtam pár ilyen kilógó szérmát, ezeket majd le kell vagdosni, de ez sajnos előfordul, viszont nem ront magának a ruhának a minőségén, ez is egy nagy teli találat. A sárga ruha szerintem egy teli találat. Nagyon izgultam, hogy átlátszó lesz, illetve nem lesz jó az anyaga, hanem ilyen túlmunisztáras lesz, de egyik sem igaz rá. Nagyon-nagyon kellemes viselet, ilyen könnyű vászon, viszont ebből fakadóan ezt vasalni, meg gőzölni kell rendszeresen, és megfelelően, és hogyha leülsz, akkor az egy picit látszani fog. Alul fut egy kis fodor, ami szerintem nagyon nőiessé és bájossá teszi, és a legjobb, hogy alá van bélelve egy ilyen selyem jellegű anyaggal, így biztos, hogy semmi nem fog átlátszani, még akkor sem, hogyha telibe rácsüt a nap. És felül is ugyan csipkés megoldása van, de abszolút ez is egy alábéleléssel meg van oldva, valamint hátul, viszont a csipke az mutat a bőrből, úgyhogy ezzel álmelltartót szerintem én nem fogok majd viselni. És a kedvenc részeim, ezek a bojtok, egyszer volt egy ilyen rontásom, és azt mondtam, hogy pompom, szerintem tök mindegy, igazából tudom, mi a különbség, de ilyen kis nyelvbotlások vannak, és én ezeket annyira szeretem, szerintem a legjobb kis kiegészítők, főleg a nyári ilyen lazább és bohémabb szettekhez. Valamint van egy öv része bújtatóval, bár abban most nem dugtam bele, mert már ötödjére veszem fel ezt a kis részletet. Nem tetszik az öv hozzá, úgyhogy ezt szerintem nem fogom hordani, sőt ezt a bújtatót is majd lehet, hogy le fogom bontani. Viszont ez nagyon jó lehet, mondjuk hajpántnak, és akkor így már egy teljesen kész kis szettet kapunk, szóval ezt így meg tudom masnizni, vagy bármi, bele tudom fonni a hajamba, úgyhogy ennek sem lesz a sorsa a kuka, hanem ezt is fel fogom tudni használni az outfithez, és valószínűleg egy platformos, ilyen fonott cipővel fogom viselni, vagy pedig egy torna cipővel esetleg.
És az utolsó darab, az pedig egy napszemcsi, méghozzá egy ilyen tükrös megoldású, ahol most láthatjátok, hogy kicsit káosz van a szoba azon részén, és ennek az izgalmasabb része, hogy itt ilyen kis szárnyak díszítik. Fotózáshoz választottam, nem tudom, hogy van-e egyébként valamiféle UV-védelem rajta, ezt majd meg kéne vizsgáltatni, de ilyen fotózáshoz tök jól néz ki. A kedvenc krémemtől pedig érkezett egy csomó prospektus és egy csomó termék, és egy tök jó nagy dobozba volt, de képzeljétek el, hogy szanaszét szaggatva kaptam meg a dobozt, nem tudom, hogy mi történt, és a futár merre járt, és mit művelt vele, de eléggé megviselt volt, úgyhogy izgultam, hogy ne legyen semminek semmi baja, de nem volt, hál' Istennek, úgyhogy no para, és vannak benne mindenféle szuper termékek nekem, és vannak Ádámnak is benne termékek, amiket már lelkesen használ. Az első termék ő lenne a Bielendától, mert hogy Bielenda termékek érkeztek, és ez pedig egy luxus testápolóval. Én nem nagyon használok testápolókat, meg testápoló vajakat, viszont ennek az illata nagyon jó, és hát beleolvastam a leírásába, hogy korai szépségápolási rituálék ihlették, javítja az érettbőr megjelenését, állapotát, megakadályozza a bőr megereszkedését, omega 9 savakat tartalmaz, revitalizáló öregedési folyamatokat lassítja, C-E-vitamin tartalom és antioxidáns is van benne, hát ez így együtt, és az illata meg olyan, mint hogy egy parfüm lenne. Tudom, illatanyagok, ki valaki szereti, valaki nem szereti. Nyilvánvalóan egyébként én szeretem, és ha nem irritálja a bőrömet, akkor én szoktam is használni. Például itt a karomon abszolút nem irritálja a bőrömet semmi, úgyhogy itt szoktam bevetni. És olyan kellemes és virágillatú, és nem is tudom, talán az orgonára emlékeztet egyébként engem az illata, úgyhogy én ezt fogom használgatni, azért is bontottam ki. Valamint van még itt egy kézkrém, ezt még nem próbáltam, ez pedig egy Japan Beauty bőrkisimító hatású kézápoló krém, cseresznyével és sejem proteinnel. Japán kézkrém alapját az elegáns, nőies, aktív összetevő képezik, és ránctalanít, erősít, mindent csinál. Hát próbáljuk ki, mert most már így felkeltette az érdeklődésemet. Úgy. Én egy kézkrémtől azt várom egyébként, hogy látszódjon az eredmény azonnal. Mert hogy nagyon sok kézkrémnél én szoktam látni szinte azonnal az eredményt, úgy is, hogy nekem nem egy kiszáradós, meg nem egy ilyen repedezős, vagy nem is tudom, nem olyan a kezem, ami látszik a megviseltség, de ha egy jó kézkrémet, és ez elég jónak tűnik, kapok a kezembe, rengeteg koreai márka, illetve a Tibolina tudta ugyanezt, meg a Sanatopic krém, akkor látványosan szerintem szebb a bőröm. Olyan, mintha kapott volna egy nagy löketet. Ez azért lehet, mert míg az arcbőrömet masszívan ápolom, a kezemre ugyan rákerülnek ezekből a termékekből, de nem elég, úgyhogy lehet, hogy be kéne vetnem, hogy jobban ápoljam, és ezért látom én annyira egy kézkrémnél, hogyha működik. És hát az is nagyon fontos számomra, hogy ne legyen ragacsos, és ez nem ragacsos, hanem tényleg így beszívódik, és olyan, mintha egy kicsit púderesebb réteg vonná be a kezemet, majd meglátjuk hosszú távon, mit tud, de hogy az illata ez mennyei, azt tuti. A kedvenc krémemmel pedig úgy vettük fel a kapcsolatot legutóbb, hogy amikor elkezdődött ez a borzalom meg őrület, akkor rám írt az egyik egészségügyi dolgozó, hogy nekik nagyon jól jönne, hogyha tudnának kérni cégektől kézkrémeket, mert hát nyilván a rengeteg fertőtlenítőtől teljesen ki van a kezük, repedezik, szárad, fáj és borzasztó érzés, és hát így a gumikesztyűt is ráhúzni egy sebes kézre az azért tényleg pokol lehet. És én akkor kiírtam Instagramra, hogy tök jó lenne, ha lennének olyan cégek, akik támogatják ezt, és adnának kórházaknak kézkrémeket. És a kedvenc krémem volt az, aki azonnal reagált erre, és felkerestek különböző kórházakat, és egy nagyobb mennyiségű adományt adtak erre a célra, és utána rám írtak, hogy köszönik a tippet, meg azt hiszem meg is jelöltek, és így kezdtünk el újra beszélgetni. Alapból egyébként én nagyon bírtam a Bielendának a cuccait, meg hát ők forgalmazták a Bronxot, aminek igazából az egyik bloggere voltam, vagy nagykövete, vagy nem tudom éppen minek nevezték azt, és hát én nekem nagyon jó emlékeim vannak a márkáról, és akkor mondta a marketingesük, hogy nézzek már körül, legyek szíves az oldalon, miket szeretnék, mert
küldenének majd egy csomagot. És én egy terméket néztem ki magamnak már régóta, még pedig ez egy arcmaszk. És ez egy dinnyés arcmaszk. Nagyon izgatta amúgy már a fantáziámat régóta. És ez egy száraz, dehidratált, érzékeny bőrre való pakolás, ami megóvja az epidermiszt a kiszáradástól, és intenzíven hidratál, és megszűnik a húzódó bőr. Na már most nekem néha szokott bizony húzódni a bőröm méghozzá, amikor előjön az allergiám. És hogyha sokszor eszek máshol, és sok sima sót eszek, amiben van egy adalékanyag, akkor érzem. És olyankor nyilván leállok ezzel, és csak itthon eszek, és csak gyógyszertári sót használok, de olyankor jól fog szerintem jönni egy plusz ápolás. És erre kíváncsi vagyok, tehát hogy ez nem az a következetes választás, hanem ez a kíváncsiság, a régi jó kis bloggerina, meg mezei lánynak a kíváncsisága, amikor megfogja egy krém, vagy egy terméknek a csomagolása, vagy nem tudom. Szóval ez most az lesz, egy ilyen időutazós helyzet. Úgyhogy majd meglátjuk, még nem bontottam ki egyelőre. És azt tudom, hogy egyébként ilyen gélállagú és ilyen kis szemcsék vannak benne, feketék és fehérek. Na jó, bontsuk ki. Úgyis az lesz a sorsa, és miért is ne? Hát arról szól ez a videó. Szóval dinnyés. Igen, és én mindent imádok, ami dinnyés. Tehát ha lehetne, akkor nekem minden dinnyés dolog jöhetne, mert a görög dinnye a szívem csücske. Szóval így néz ki. Nagyon mutatós, nagyon jól néz ki. És egy áttetsző pirosas gél, aminek brutál jó illata van. Igen, hát ez a full dinnye illat, és vannak benne ilyen fekete és fehér szemcsék, amik gondolom radírozást szolgálják, hát majd finoman bánok a bőrömmel, hogy ne okozzak rajta a mikrosérülést. És vannak maszkok. Fátyolmaszkok méghozzá, nagyon vicces cuki fátyolmaszkok, ezek olyan szövetmaszkok, amik szörnyecske kiadásúak, talán ez a legjobb szó rá. És szerintem még biztos, hogy van ott lent a szatyorban, mindjárt megkeressük. És hát van itt detox hatású szörnyecske, Bátor Kazik az a neve, ő lenne az. Van itt hidratáló hatású szörnyecske maszk, Vagányról. És van egy őrült gonzó nevezetű bőrkiegyenlítő hatású fátyolmaszk. Hát ezek nagyon cukik, úgyhogy erről biztos fogtok látni képeket. És ezen kívül még érkeztek maszkok, mert tudják, hogy imádom. Van itt egy méregtelenítő hatású fátyolmaszk, a pandás. Van egy tisztító hatású fátyolmaszk, a cicás. És van oroszlános is, nekem ez tetszik a legjobban, regeneráló hatású. Ezek a Crazy Mask kiadások. És még itt van elfekvőben még egy monster. Ez a kacér baska fátyolmaszk, és minden tápláló hatású minden bőrtípusra. Valamint van egy kutyusos is, egy mopszos, ami hidratáló hatású, és vannak még felhőcskés ilyen maszkok, ezek szerintem nem fátyolmaszkok, hanem ilyen felkelhetőek. Akarok csinálni most már tényleg, mert nagyon régóta ígérem egy ilyen otthoni spát, egy ilyen pihenőset. Tudom, hogy mindenki most csinált, de én már 1000 éve tervezem, úgyhogy meg fogom csinálni. Már csak azért is, mert kihívás, mert egy kicsit olyan vlogszerű, és nekem az nem szokott menni. Úgyhogy most azt csinálom, ami nem megy. Mindig azt csinálom, amit nem megy, hiszen gyakorlok. Úgyhogy ezt meg akarom próbálni. A mangós, az energetizáló buborékmaszk. Na, buborékmaszk. Most már értem a lényegét. Ezek igazából felhőmaszkok, tényleg. És méregtelenítő hatású, valamint tápláló hatású. Na, ezeket ki kell próbálni mindenképp, és még itt van még egy buborékozós maszk, ez pedig a mohítós, ami ragyogás helyreállító. Van cukik, csináltam róluk már pár képet. Vannak termékminták is, például ez a japán kiadású arckrémnek a termékmintája, és azt hiszem eljött az ideje, megmutassam, hogy Ádám miket kapott. Ezeket a termékeket már a fürdőszobából vadásztam össze, ugyanis már tényleg elkezdtem használgatni őket, igazából azonnal annyira cuki volt.
És kezdjük azzal, amit már Ádám elkezdett használgatni, ugyanis ez kifejezetten férfiaknak szóló termék, méghozzá egy ilyen mély tisztító arc és szakáltisztító gél, ami kanabiszos, hát mivel hódítsuk meg a férfiak szívét, ha nem egy ilyen vagány összetevővel, ez egy CBD alapú termék egyébként, gél tökéletesen eltávolítja a szennyeződéseket, anélkül, hogy felborítaná a bőr természetes egyensúlyát, felkészíti a bőrt a borotválkozásra, puhítja az arcszőrzetet, minden bőrtípusra való, úgyhogy ez igazából egy arclemosú, illetve szakáltisztító. Az arckrémet hirtelen nem találtam meg, de ennek az lehet az oka, hogy én nem tudom hányszor visszaszedtem, hogy nem, hogy most elkészítem a videót, szóval itt van a doboza, csak ez egy ilyen pumpás kiszerelési termék, regeneráló és nyugtató hatású arckrém, pantenollal és CBD-vel, koncentrált formula, regeneráló és nyugtató hatású, véd a káros környezeti hatásoktól, az oxidatív stressztől, reggelente stimulálja és revitalizálja a bőrt, még este nyugtatja. Hát igen, azért egy pasinál ne vegyük külön azt, hogy esti meg nappali bőrápolás, mert az biztos nem lesz. Ádám így is azt mondta, hogy ez már túl sok termék, szóval, amit kapott. És van még itt ugyanígy kenderből kivont hatóanyagú, ez is CBD-s termék, méghozzá ez egy hidratáló és detox hatású arckrém zsíros és kombinált bőrre, ez nekem van elméletileg, meg hát az én bőröm zsíros és kombinált, sajnos kifényesedik nyáron, úgyhogy ezt el fogom kezdeni használni, ez már nem így a férfi kiadása, hanem a női, de egyébként van száraz érzékeny bőrre is ugyanebből a termékcsaládból, és itt van egy arclemosó emulzió kombinált bőrre is, és van ennek a termékcsaládnak még egy szérumja is, ami szintén nagyon-nagyon izgi, még nem próbáltam, mert tudjátok, én így apránként szoktam váltani, és akkor fel is tudom mérni, hogy a bőröm hogy reagál, viszont most ilyenkor, amikor az időjárás ennyire változik, évszakváltáskor nem szeretem így bevetni azonnal a terméket, mert nem tudom, hogy a terméktől lett jobb vagy rosszabb a bőröm állapota, vagy az időjárás változás változtatott annyit. Nagyon kis kellemes illata van, olyan semmilyen, tehát ebben szerintem nincs túltolva a parfümanyag, és gyorsan beszívódott, ennyit tudsz megállapítani gyakorlatilag első benyomásnál, mert kell másfél hónap vagy kettő ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mit csinál a bőrrel, hogy hogy reagál rá a bőr, úgyhogy majd meglátjuk ezeket a termékeket hosszabb távon, hogy hogy válnak be, de minden esetre nagyon szépen köszönöm ilyen Bielende csapatának, és ezt meg pláne, hogy ennyire szenzitívek, érzékeny és segítettek a bajban a kórházi dolgozók kezének, és küldtek nekik kézkrémet, szerintem ez le a kalappal előttük. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok lájkot, meg feliratkozást, meg mindenféle cucc, amiből tudtok nekem egy kis örömet okozni, mert hát én ezért csinálom igazából magam szórakoztatására, és jól esnek a pozitív visszajelzések. Legyen nagyon szép napotok, és írjátok meg, hogy legyen-e ilyen vlogszerű. Hogyan teszem rendbe a körmöm, hajam, arcom, és mindenem egy ilyen szépség délutánon. Sziasztok!